Szörny Kriszta vagyok, a HVG Extra Pszichológia magazin főszerkesztője és a szalonok házigazdája, hogy úgy mond, és természetesen kedvenc szerzőimet is látom itt vendégül, hogy egy picit bővebben beszélgethessünk egy-egy témáról. Mai esténknek van egy könyvbemutató jellege is. Szél Dávid ül mellettem. Szerbusz, Dávid, most már. Szia. Sziasztok. Harmadik könyv, ha jól számolom, a papara túlaparán, és van egy terapeuta esetei, az egy a picike könyv egy sorozatban, az önálló nagy műveid közül a gyereknevelés témájában, a tabuk és dilemmák a gyereknevelésben a harmadik összefoglaló. Én bevallom, hogy én látom az apai evolúciódat is, de erről majd te beszélsz egy picit nekünk, ha van kedved. Szóval tabu van benne jó sok. Én önkényesen fogok kiemelni 2-3, amit ma egy picit megpróbálunk körbejárni, de ha nektek van kérdésetek, vagy bármikor kommentárotok, hozzászólásotok, akár a témánkkal kapcsolatban, akár saját tapasztalatból, az életetekből hoztok ilyesmiket, vagy hogy mi jelent számotokra a nehézséget, akkor azt nagyon-nagyon szívesen vesszük. Egészen családiassá tudjuk tenni szerintem a hangulatot, úgyhogy hajrá, vágjunk bele. Szóval van az apának fejlődés története, neked, mint apának van-e? Nem tudom, hogy van-e fejlődés történetem. Ezt a gyerekeimet kéne megkérdezni, akik telefonoznak éppen, hogy ne unatkozzanak, úgyhogy hát biztos, nem tudom, lassan 11 éve apuka vagyok, és majdnem 12 éve tudom, hogy apuka leszek, úgyhogy azt gondolom azért ez az, ha csak más nem az idő eltelt, úgyhogy valami biztos értem, vagy változtam, meg azt gondolom, hogy ezek a könyvek, amiket ezzel kapcsolatban nem vagyok túl hangos, vagy halk, hogy amiket ezekről, vagy az apaságomról, vagy az apaságról, vagy szülőségről írtam, azért az is valamit talán segített abban, hogy jobb szülő legyek, de nyilván, szóval otthon nem pszichológusként, vagy könyvek szerzőjeként vagyok jelen, hanem ugyanúgy bénázom, meg türelmetlenkedem, meg nekem is szükségem lenne több alvásra, meg nem tudom mi mindenre, ami nem biztos, hogy gyerekeim miatt nem alszom, most már nem miatt tudnám alszani, hanem magam miatt. Szóval, hogy ez nem tudok erre a kérdésre jól válaszolni. Nem engem kell megkérdezni arról, hogy fejlődöm-e vagy sem. Akkor téged, mint színpadi megszólalót ugye folyamatosan kócsolunk, nincs jó vagy rossz válasz. Tehát nem lehet jól válaszolni, vagy rosszul, és nem is válaszoltál rosszul. Úgyhogy köszönöm szépen egyáltalán, hogy válaszoltál. Szóval számtalan fejezetünk van a tabukról, de én azt gondolom, vagy az én számomra az igazi nagy tabu, az már a fejezetek előtt lelőtted, vagy próbáltad úgy gondolom földobni, ez pedig az, hogy nem a gyereket kell nevelni, hanem a szülőt. Ugye a szülők kézikönyve az egy picit mondjuk hajaz arra, hogy nem a gyereknek kell igazából fejlődni, hanem a szülőnek. És azt gondolom egyébként van is a szülőkbe vágy a fejlődésre, csak nem nagyon ismerik be, miért nehéz ez szerinted, vagy miért, és miért fontos. Szóval szerintem az az igény, hogy a szülő, szóval nem csak az az igény van nagyon meg az emberekben, hogy a szülő tökéletes legyen, a gyereke is legyen tökéletes, és ha a gyerek hibázik, akkor az a gyerekről is árulkodik, meg a szülőről is hibázik, ha a szülő hibázik, akkor az főleg a szülőről árulkodik, és szóval valahogy nagyon nehéz bízni a szülőknek a gyerekeikben abban, hogy így tudnak ők haladni egy úton, és nehéz ezt, tehát hogy valahogy kísérni kéne a gyerekeket ebben az érési folyamatban, és nem pedig folyamatosan terelgetni, meg irányítani, meg kontrollálni az egészet, hanem tényleg valahogy átadni a szülőket egy ilyen, nem tudom, ritmusnak, amivel így jó lenne tudni haladni, de ez iszonyatosan nehéz. Ez nem nagyon kevés, nem tudom, hogy első gyerekes szülőt látok, akinek ez így egyből megy, hogy így
átadja magát a gyereke ritmusának, és akkor jön a második gyerek, meg a harmadik gyerek, meg nem tudom, hogy a gyerek, ahol ezeket már így könnyebben szokott tudni menni, de az első gyerekeknek van egy ilyen nehézségük, hogy a szülők, szóval nem csak a gyerek első, a szülő se volt még korábban ebben a feladatában, vagy ebben a pozíciójában, és akkor nagyon nehéz hinni ebben, vagy bízni ebben, hogy ez igazából megy nélküle is, neki csak egy ilyen biztos teret kell biztosítania, amiben kaja van, meg nyugalom van, meg kiszámíthatóság, meg szeretet, meg ilyesmi, de ennél azért nagyon sokkal több nem kell, mert úgy menni fog a gyereknek minden magától is. Csak hagyni kéne. Szerinted a szülők miért nem gondolják automatikusan, hogy fejlődniük kell, hiszen több olyan pont is van, egyébként több tabunak az alapja az, hogy elérkezik mondjuk a gyerek születés, és akkor ez egy krízis helyzet. Elérkezik mondjuk a család alapítás, akkor az egy krízis helyzet. Elérkeznek bizonyos fázisokhoz a gyereknevelésben, és akkor az egy krízis helyzet. Tehát ha az ember nyilván, ahogy fejlődött az élete korábbi szakaszában, itt is automatikusnak kellene lennie, hogy az ember fejlődik ilyenkor. De szeretünk úgy gondolni magunkra szülőként, hogy már mindent tudunk, hiszen eddig túléltük, eddig jól boldogultunk, van akár ezünk, akár azunk, és készen vagyunk a gyerekre, de ott, mintha megállna a folyamat. Szerintem nagyon nehéz azzal találkozni, hogy ennek nincs vége. Szóval ez nem egy projekt, aminek van egy eleje, és akkor aztán lezárom, hogyha... Szóval ez nekünk, na, tehát ezt nem zárjuk le. Szóval arra vagyunk szocializálva szerintem csomó szempontból, hogy nem tudom, letanítottam az órát, és akkor az úgy egy egység volt, és akkor azzal megvagyok, vagy végig dolgoztam 8 órát a gyárban, és akkor azt letudtam, vagy a pénztárnál, vagy tök mindegy, egy ügynek vége van, de hogy ennek sosincs vége. És szerintem ez nagyon, ami egyébként talán rendben lévő, de hogy ezzel nagyon nehéz mit kezdeni szerintem, hogy ezt nem lehet kipipálni. Ez nem olyan, ami egyszer úgy letudható. Még csak egyes elemei sem tudhatóak le. Tehát nincs az, hogy oké, akkor most átaludta, és akkor az éjszakát a gyerekem, és akkor ez a projekt letudva, mert aztán majd idegrendszerileg megváltozik valami, vagy éri valamilyen olyan impulzus az iskolában, vagy az óvodában, vagy tök mindegy barátaitól, amiatt majd nem aludsz át, és akkor szóval, hogy nincs olyan része a szülőségnek, ami azt adhatná azt az érzést az embernek, hogy na, most akkor ezt letudtam, készen vagyok. Talán még akkor, ha már végre kiröppentek a gyerekek, akkor sincsen vége, mert akkor meg egész más dolgokkal kell majd aggodalmaskodni. Illetve egy új szülőből újra férfivá, nővé, és akár nyugdíjassá váló. Az egy másik projekt. Megvárjuk a későn érkezők is, találjanak egy pici helyet. Hogyan keletkeznek a tabuk? Hát nagyon sokféle tabu van, és mindegyik másképpen keletkezik. Mondjuk a történelmi tabu úgy keletkeznek, hogy szóval igazából mindegyik tabu ugyanúgy keletkezik, bizonyos szempontból, más szempontból meg nagyon másképpen. Úgyhogy valamit arról azt gondoljuk, hogy azt nem értené meg a másik, vagy kínos lenne elmondani, vagy én nem bírnám el, tehát hogy én szülőként elmondom, és akkor esetleg megzuhanok, miközben ezt kimondom. Kiméletből, kegyes hazugságból, csomó ilyesmi okból keletkezhetnek tabuk. Az a probléma vele, hogy azt gondoljuk, hogy rövid távon megoldunk egy helyzetet, de hogy ezek nem fenntartható. Tehát vannak fenntartható hazugságok, és azt gondolom, hogy ilyen kegyes hazugságok, amikre szükség is van. Ugye milyen jól focizom? Hát persze, hogy jól focizol. Ez azt gondolom, hogy ettől még senki se fogja azt gondolni, hogy akkor le fogja igazolni a Barcelona. De vannak olyan hazugságok, vagy nem tudom, ilyen elfojtott dolgok, vagy ki nem mondott dolgok, amik aztán nem fenntarthatóak hosszú távon, és azokból sokszor lehetnek gondok, és ami meg igazán gond az, hogy a gyerekek legtöbbször érzik, hogyha valamit nekik nem mondanak el, és akkor viszont kitöltik a fantáziájukkal a narratív lyukakat, és azzal nem szoktak jól járni sem a gyerekek, sem a szülők. A gyerekek azért nem, mert akkor, amivel kitöltik a narratív lyukakat, az sokszor úgy töltik, hogy ők megértsék a világot, vagy ahogy nem is az, hogy ők megértsék, hanem hogy számukra összeálljon. És a gyermeki realizmus, ahogy egy kisgyerek gondolkodik, így a, nem tudom, iskoláskor legelejéig, vagy alsó közepéig,
ott azért a nagyon sok félelmetes dologgal is fel lehet tölteni ezeket az űröket, és az sokszor sokkal vadabb, mint a valóság. És nem kell mindig a teljes valóságot elmondani, sokszor elég, ha csak a valóságnak egy szeletét mondjuk el, a gyereknek a saját mentális, meg pszichikai, vagy pszichés szintjén, az sokszor pont elég. De mi valahogy nem tudunk szülőként gyerekfejjel gondolkodni, szóval tök jó példa, amikor nem tudom, szülő valami képeskönyvet olvas a gyerekének, és van egy íve annak a történetnek, és akkor a gyerek rákérdez arra, hogy de az a hangya, miért a másik irányba megy. Szóval őt az érdekli, vagy az is érdekli, vagy az az, ami számára akkor éppen releváns, ez nem jelenti azt, hogy az egész történetet nem érti meg, csak hogy máshol van az ő fókusza. És nekünk szülőként azt kell megérteni, hogy neki mi a fontos, hogy azok van, amikor ő belekérdez valami nehézségbe, vagy számukra nehézségnek tűnő dologba, akkor egyrészt ő nem gondolja, az egy nehézség, másrészt pedig lehet, hogy nem igazából arra kíváncsi, amit feltesz kérdés, hanem arra, hogy akkor mitől lesz ő biztonságban, mitől. Szóval megint csak ebből a gyermeki realizmusból kérdezve, hogy őt a saját pozíciója érdekli, és az, hogy az ő személyes élettere, vagy életköre, vagy nem tudom milyen, az biztonságban legyen, vagy ott biztonságban lehessen ő. Ez ugyanaz a perspektíva, amit már az előbb próbáltunk körbejárni, hogy a szülőnél van igazából a tabu, nem a gyerek. Az, aki gyártja a tabukat, azt gondolom. Egy picit belevágtál egyébként itt a családi titkok fajta tabuba, vagy az igazmondás hazugságnak a tabujába. Szerintem a családi titkok ma nagyon érdekesek, meg eléggé elől van ez a téma, akár a transgenerációs történetek miatt. Beszéljünk egy picit akkor erről, hogy hol érdemes elkezdeni a családtörténetet egy gyerekkel. Szóval szerintem ez nem úgy működik, hogy hol érdemes elkezdeni, mert nem az van, hogy egyszer csak leülök a gyerekemmel, és akkor na, most akkor végignézzük a családfánkat. Ha már így történik, akkor az azt jelenti, hogy addig nem beszéltek csomó mindenről, és tabusítottak csomó mindent, és szerintem meg, tehát ez ahogy nem avatjuk be a gyerekeinket abba, hogy nem tudom, mi a nemük, hanem az így, nincs egy ilyen dedikált pillanata annak, hogy na, most én leülök a fiammal, a gyerekemmel, és elmondom neki, hogy ő egy fiú. Ha nem, van a nemi szocializáció, és annak, vagy a lányomnak, hogy lány. És akkor ez így megy, most akkor ebben ne menjünk bele, hogy ez ilyen transz ügyekben mit jelent, vagy majd bele. De majd szeretni. Jó, akkor majd egyel később, de most még ezen részen szerintem ez nem így fontos. És ugyanígy a család története is, azt gondolom, hogy egy ilyen szerves, tehát akkor az az ideális, hogyha szerves részét képezi a család történetek. És a gyerekek, hogyha kérdezhetnek, akkor kérdeznek, és feltesznek kérdéseket a saját eredet történetükkel, hogy születtek ők, ha már ezzel megvannak, akkor a szülők hogy ismerkedtek meg egymással, na és akkor az őszüleik hogy ismerkedtek, meg találkoztak nagyszülőkkel, meg nem tudom, dítszülőkkel, hogyha ilyen szerencsés gyerekek, hogy még vannak dítszüleik is, meg unokatestvérekkel, tehát hogy ez óvatlanul ott van a téma. És azt gondolom, hogy ez tényleg csak olyan, hogy van a gyerek, kifeltesz kérdéseket, és akkor menni kell a kérdésekkel. A probléma nem akkor van, hogyha a gyerek kérdez, akkor van, hogyha nem kérdez. És azt látom, hogy valamiért nem mer feltenni kérdéseket. De az alap beállítódása a gyereknek az az, hogy kíváncsi és érdeklődő. És akkor nekem nem az a feladatom, hogy egyszer csak beavassam őt, hanem az, hogy mindig menjek ezzel. És igazából, tehát hogy olyan, hogy nincs miről beszélnem a gyerekemmel, olyan azért nem nagyon kéne, hogy legyen, mert hogy rengeteg téma van, amik feltárhatóak, vagy feltárandóak. Csak hogy az van, hogy van ez a 20. századi magyar történelem, vagy kelet-európai, és hát nincs olyan család, ami valamilyen módon eltraumatizálódott volna Magyarországon, vagy közép-kelet-európában. Nem tudom, mondjuk akkor azt gondolom, hogy a magyar történelmi emlékezet ilyen családi szinten, az mondjuk Trianonig mindenképpen visszamegy, annál szerintem sokkal régebben azért nem, tehát nem hiszem, hogy valakinek nagyon élnének a 48-as, mármint 1848-as traumák még úgy élnének benne, de mondjuk a Trianon traumája azt mondom, nagyon sok családban megvan, és akkor onnantól kezdve sorolni lehet őket. És nagyon sok család ehhezen tud ezekről a dolgokról beszélni, mert akkor a sérülés van, hogy nincsenek rá még belső szavak sem.
És ebben nem segít az sem, hogy nincsen egységes narratíva ezekkel a témákkal kapcsolatban sem. Itt azért rendesen hibáztatom a politikát, meg az oktatást is, hogy nem lehet Trianonról, vagy holokausztról, vagy 56-ról úgy beszélni, hogy ott ne lehetne magát a traumát megfogni, és ne lenne rögtön valami fajta párt ideológia mögötte, hogy te szomorkodsz azon, hogy elcsatolták nagyvárosokat, na akkor te biztos irredente vagy. Nem, de tényleg elcsatoltak nagyvárosokat Magyarországról, és területéről, és tényleg nincsenek épkézláb nagyvárosok Magyarországon, vagy hatalmas a kontraszt Budapest és a, nem tudom, Magyarország egyéb városai között, és csomó családot szétszakítottak. És a 60-as években csomó családnak a földjeit elvették, meg félni kell, és mindentől, de ezekről nem lehet beszélni, mert akkor rögtön nem tudom, milyenek vagyunk. De ezek történelmi tények, ezek tényleg megtörténtek, ideológiától függetlenül megtörtént dolgok ezek, és hogy ezekről nem nagyon lehet beszélni, ha erről nem beszél az ország, ha erről csak politikailag átitatva lehet beszélni, ha mégiscsak beszél az ország, akkor hogy beszél róla a család, és hogyan találja meg a megfelelő szavakat, hogy itt mi történt. Ezek a dolgok nincsenek feldolgozva, semmilyen módon sem. És akkor hogy beszél róla a család? Hát igen. Úgyhogy jó, hogyha az ember először saját magába, tehát hogy nem lehet sajnos nem várhatunk arra, hogy megtörténjen a nemzeti, vagy összmagyar feldolgozás, hanem kénytelenünk mi magunkban megérteni azt, hogy mi történt, és az, hogy valami fáj, vagy nehéz, vagy traumatikus, az nem biztos azt jelenti, hogy hibáztatni kell valakit, nem biztos, hogy mi magunk vagyunk érte felelősek, pláne értem a mi alatt akár a túlélő generációt, akik mondjuk a nagyszülők, vagy akár a megörökölt generáció, aki mondjuk én vagyok, én már túl sok, nem tudom, országos traumát nem éltem át, de mondjuk azért ez a Covid meg az ukrán háború azért az már... Most épp benne vagyunk, még nem éltük el. Nem éltük. Hát, igen. És átéljük, de még nem éltük. Igen. Szóval, hogy vagy vannak nagyon friss traumák, amiknek még nem volt ideje megérkezni, vagy vannak ilyen betokosodott, gennyes traumák, amik meg ott vannak valahol milyen a testünkben, és fájnak, ha rájuk lépünk. És nincsen lecsapolva az a csomó. Na, most nem veszek ilyen undorító. De hogy, szóval igazából erről van szó ezeknél a traumáknál, és tényleg, szóval azt gondolom, hogy mivel nem lehet, amit nem mondtam, hogy nem lehet várni arra, hogy megtörténjen valami országos, okos emlékezet politika, meg kultúrpolitika, ezért aztán valahogy tényleg az a feladat, hogy egyéni szinten megértsük a dolgot, és az, hogy megértsük a saját viszonyulásunkat ezekhez a traumákhoz. De az csak úgy megy, hogyha beszélünk erről, mondjuk a kapcsolatunkban lévő másik emberrel, vagy saját magunkkal, vagy olvasunk. Mert ha ez nem történik meg, akkor tényleg nagyon nehéz lesz beszélni ezekről a dolgokról a gyerekeknek. Azt hiszem van egy ilyen történet is a könyvben, amit idéztél, hogy a gyerek megérzi ezeket a hiányokat, vagy hogyha nem tudjuk, hogy mi történt mondjuk a nagypapával, amikor elvitték az oroszok a fogságba. Hogyan jelzi a gyerek, és hogyan segíthetünk neki ezen, hogy ne tünet hordozó legyen, vagy ne vigye tovább ezeket a tüneteket? Hát úgy, hogy nem visszük, tehát hogy elmondjuk, hogy mi történt a múltban, és ez szerintem iszonyatosan fontos, nem biztos, hogy megint, hogy minden egyes elemét el kell mondani, mert lehet csomó része ijesztő, de szóval, hogy fontos ezekről beszélni, és úgy kell róla beszélni, hogy közben én, ne, tehát miközben én, mindegy, tehát akkor a szülő miközben beszél róla, akkor ő ne a saját traumáját mondja el, mert nem az a feladat, hanem az, hogy értse meg az ő saját, értse meg a család történetét. Most én itt persze, nem tudom, mondhatnék mindenféle konkrét példákat. A könyvben lévőkre nem emlékszem, mert ha már egyszer leírtam, akkor nem emlékszem. Ha tudsz, igen, akkor tök érdekes lenne, hogy hogyan... Tehát, hogy mi az, hogy ne a traumát meséld el, hanem a család történetet, nem biztos. Akkor mondok egy saját példát, talán vállalható ebben a közegben, hogy az én nagypapám, a anyai nagypapám, ezt nem is tudom, hogy tudja-e, majd kiderül. Szóval hogy mindig azt mondta, hogy a járdán középen menjek. Neked megvan? A nővéremnek megvan. Szóval a járdán középen menjek, mert hogyha az
a házakhoz megyek túl közel, akkor esetleg egy kapuhájba berántanak, hogyha járda széléhez, másik széléhez megyek közel, akkor meg esetleg egy kocsiba rántanak be. És akkor, amikor... anyu, neked? Szóval ez egy át, és akkor nekem ez így, erre így tökre emlékszem, gyerekkoromból is, meg még kamaszkoromból is, hogy kínosan ügyeltem arra, hogy tényleg középen menjek, és bajba voltam szűk járdákon, hogy akkor most akkor tulajdonképpen mi van, élére kell fordulnom, hogy, hogy hogyan haladjak. Sőt, észrevettem, hogy a gyerekeimnél is elkezdek figyelni arra, hogy középen menjetek, és akkor igyekeztem nem mondani, hogy miért, és aztán állítom, hogy menjenek ott, ahol akarnak. Szóval, hogy ez nem róluk szól, nem a jelen történelmi kontextusról szól, hanem az én nagypapámnak a múltjáról. Nem is tudom, hogy ez a nem Tomás lelkháborús múltja, vagy az 56-os érintettsége. Sose kérdeztem ezt, nem tudom. Lehet, hogy mind a kettő. De hogy ez nem az én traumám, ez az ő traumája, az ő megoldási módja a saját életére, de nem az enyémre. És pláne az én gyerekeim életére, aki nem is ismerték ezt a nagypapájukat, mert jóval korábban meghalt, szóval az én gyerekeim mehetnek a járdán, ahol akarnak. De mondjuk, ha a gyerekeid megkérdezik, hogy apa, te miért mész mindig közé? De már én sem vagyok kényszeresebben, mert felismertem, hogy ez nem az én ügyem. Oké, de most tegyük fel, még abban a fázisban vagy, amikor még középen jársz, és megkérdezik a gyerekeit, hogy apa, te miért mész mindig középen a járdán? Hát akkor lehet, hogy a fejemhez csapok, hogy ja, tulajdonképpen tényleg miért megyek középen. De ehhez kell az, hogy tudjam legalább az okát annak, hogy én miért megyek középen, de hogyha annak se tudom az okát, akkor lehet, hogy, tehát hogy ezért mondom, hogy fel kell ismerni saját magamban. Tehát, hogy az nagyon fontos, hogy úgy hívják ezt a pszichológiában családi főkönyv, hogy mit miért csinálok, mik vannak az én örökségemben, és nem csak anyagi örökségről van itt szó, hanem, sőt, főleg nem anyagi örökségről, hanem mindenféle érzelmi örökségekről, hogy mit miért csinálok úgy, ahogyan csinálom. Van-e oka annak? Ha nincs oka, akkor ne csináljam, vagy találj ki olyan saját okot. Nagyon jó példa erre, ez nem az én saját családom történet lesz, hanem a Háim Potok nevű szerzőnek a Kiválasztott című könyvéből van. Nem tudom, ismeri-e valaki innen ezt a könyvet? Tegyem így interaktívvá a dolgot? És akkor abban van egy jelenet, ez a leges, tehát ez egy 44-ben játszódik New Yorkban, egy nagyon-nagyon erősen ortodox haszid közösségben, és tehát két család van, és az apuka az egy nagyon elismert egy vallási vezető, nem tudom, hogy rabbi-e vagy sem, de mindenesetre egy nagyon fontos ember abban a közösségben, és neki van egy gyereke, a Danny, ő a főszereplő ennek a történetnek, és úgy neveli ez az apuka, hogy nem szól hozzá, csak akkor, hogyha vallási történetekről beszélgetnek egymással. És akkor telik az idő. Itt és már 18 éves a Danny, és már levágta a pajeszát, és már egyetemre készül felvételizni, egyébként pszichológia szakra. És akkor a legjobb barátjának az apukája kérdezi őt, mert a Dannyt, hogy majd ő is némaságban fogja nevelni a gyerekét. És akkor így van leírva, hogy a képzelbeli pajeszát a mutatója és a hüvelykúja közé csippenti, hogy akkor az nincs ott. És akkor valami ilyesmit mond, de már emlékszem pontosan, hogy ha nem lesz jobb ötletem. És hogy ez a családi főkönyv működése, szóval, hogy ő már nem egy vallásos, vagy nem úgy vallásos ember, mint az apukája. Az a koncepció, ami az apukájában volt, hogy miért neveli némán a gyerekét, az nem az ő koncepciója. Egyébként ezt ilyen magyar, vagy európai, vagy nem tudom, nem vallásos fej azért a bántalmazást már úgy majdnem kimeríti szerintem egy némaságban nevelés. Szóval ez nem az ő élete, de hogyha nem tudja magából ezt kigyomlálni, és még csak az örökség részét érti, akkor ő is némaságban fogja nevelni a gyerekét. Nincs a Kiválasztott című könyvnek folytatása, tehát nem tudjuk, hogy ez aztán hogyan módosult meg, vagy lett a Dannynek gyereke, vagy sem. A Háim Potok pedig már nem él, úgyhogy nem tudjuk őt erről megkérdezni. Ez egy kicsit azt mondja nekem ez a történet is, meg ez a témakör is, hogy a tabuk egy részét automatikusan hozzuk a családból, és igen, anélkül igen. Öröklődik tovább, hogy ezzel bármit is kezdeni. Hát mert a legtöbb család nem tud a családi főkönyv elítézéséről, aki ha tud, akkor nem biztos, hogy leveszi és leporolja, vagy ha leveszi és leporolja, akkor lehet, hogy belenéz és elborzad, és visszacsukja, és felteszi a polc tetejére. Szóval ezekkel azért most nem elviccelni akarom a dolgot, de hogy ezekkel azért nagyon nehéz szembesülni.
ezekkel a megörökölt dolgokkal, mert sokszor tényleg fájdalmas, és sokszor pláne egy olyan múltnak a... Tehát mondjuk egy... Tehát nem csak áldozatok vannak ám a múltban, hanem vannak elkövetők is sok család múltjában. Tehát mondjuk akkor, hogyha a nem tudom ki, mert bebörtönözték, azzal még mindig könnyebb azonosulni, mint azzal, hogyha a nem tudom kicsodán börtönzött be valakit, és tépte le a... Na jó, most ezt nem mondom, mert túl sok itt a gyerek. Szóval, hogy ezt nagyon könnyű bele helyezkedni abba a pozícióba, hogy az én múltamban csak áldozatiság van, vagy könnyebb. De hát nem csak áldozatok alkották a történelmet, hanem elkövetők is. És kimaradók is. És kimaradók is, akik, azt, ugye ez mindig izgalmas kérdés, hogy kimaradók azok mennyiben járulnak. Vagy igazából nem kérdés, hanem pontosan tudjuk, hogy sokszor a kimaradók teszik lehetővé azt, hogy megtörténjenek ezek az események, akár történelmi események, akár iskolai agresszió. Itt mindig a bystandereknek a passzivitása igazából aktivitás. Abszolút, ezért is hoztam be őket. Jó, egy picit, ha át tudunk kapcsolni, ugye a mostani helyzetre elég, ahogy te is említetted, elég traumatikus időket, éveket élünk. Először a Covid, most pedig egy elég közeli háborús fenyegetettség. Hogyan, milyen korú gyerek, nyilván aki már hal tévét internet közelébe kerül, ő automatikusan találkozik vele, de találkozhatnak úgyis ezekkel a gyerekek, hogy a szülők beszélnek róla, esetleg egy szorongás, automatikus szorongás bennem, például azonnal megjelent egy automatikus szorongás, még nem tudom ki a családból egyébként, de tehát kiélt át úgy háborút, hogy ennyire szorongott, de automatikusan megjelent, nem is tudtam vele mit csinálni, tehát nyilván valahogyan kell ezekről beszélni a gyerekkel, mit, hogyan, és egyáltalán mit gondolsz erről? Szóval azt gondolom, hogy megsporolni nem lehet, mert ha nem tőlünk hallják, akkor majd hallják mástól, és akkor az biztos, nem biztos, hogy egy kontrollált információ lesz, míg ha én mondom el, akkor azt ott tudom, hogy nagyon mit fog mondani, és akkor már van, hát ezt úgy hívják, hogy beoltás elmélet, tehát hogyha már egyszer tőle megkapja kis dózisban, akkor utána lehet, hogy jobban ellen fog tudni állni, vagy jobban az elváló, igen, vagy sem. Jó, akkor ellen fog tudni állni, akkor, hogyha, vagy fel lesz már készül, vagy fel lesz vértezve, vagy ha mástól is hall erről, nem akkor találkozik először ezek az információkkal. Szerintem itt tehát az oroszországi, vagy az ukrajnai orosz háború kapcsolatban ugye már fontos, hogy ki lehet mondani, vagy azt gondolom, ki kell mondani, hogy háború, és nem különleges katonai hadművelet. Szóval, hogy ez egy háborúban zajlik, ezt szerintem fontos kimondani, és fontos, ha már itt a családi traumákról volt szó, hogy azért volt Magyarországon egy pár évtizednyi orosz megszállás, amire mondjuk még a végére még én is emlékszem. Tehát az, hogy az orosz erő mit jelent Magyarországon, vagy magyar fejjel, én gyerek, kisgyerek voltam, de azért még, szóval valami emlékem azért mégiscsak van erről, meg tévénk is volt, Junoszt tévénk. Szóval az úgy elég éles kép bennem, hogy akkor látjuk a tankokat, ahogy így elmennek. És azt gondolom, hogy ez behívhat csomó traumát az emberekben, nem csak az én generációnak, hanem a szüleink generációjában, hogy itt van tudás arról, hogy ez mit jelent. És olyan, hogy nagyhatalmi háború, az konkrétan nem volt. Tehát, hogy ilyen nem volt a szomszédban soha. Bocsánat, a második háború óta nem volt Európában, sőt, szerintem a világon nem volt nagyhatalmi, tehát olyan nagyhatalom megálmodott volna egy másik országot, de itt már lehet, hogy nincs teljesen igazán, mondjuk, hogyha Afganisztán vagy Irakra gondolok, hát akkor azért volt, de a szomszédban nem volt. Azt mondhatom. Ugye? Jó, köszönöm. Jó, volt nagyhatalmi háború, ezt kitöröljétek a jegyzőkönyvből. De olyan nagyhatalmi háború, ami beindít saját személyes élményeket, olyan nem volt a második világháború óta. És szerintem ez nagyon fontos. Tehát egyrészt ismerős lehet ilyen történelmi, meg családi történeti szempontból, másrészt meg ismeretlen. És ami szerintem még fontos, az itt a Covid kapcsán, de szerintem hogy lehet, hogy az ukrajnai háború kapcsán is fontos lesz,
az az, hogy akkor, amikor az ember rátél egy, tehát hogy ez egy krízis helyzet, a Covid is egy krízis helyzet volt, vagy van, még azért nincs vége, és hogy kétfajta krízisről beszélhetünk. Van a normatív krízis, bocsánat, hogy én pszichoedukatív vagyok, van a normatív krízis, meg van az akcidentális krízis. Az akcidentális krízis, ahogy a nevében is van, az nem látható előre, az egy mondjuk egy baleset, vagy egy ilyen kiszámíthatatlan. Valami természeti katasztrófa, földrengés, meg ha valaki beteg lesz valaki, ezek akcidentális krízisek, vagy betegségek. A normatív krízis, ami az életnek a szerves velejárója, kamaszkor. Embernek születik egy gyereke, tehát akár pozitív, egyetlen pozitív dolgok is lehetnek krízis élmények az ember életében, mert mindaz, ami addig volt, azt át kell értékelni, mások kell onnantól kezdve csinálni, új megoldási módokat kell találni, mert a régiek már nem működnek. És hogy én azt gondolom, de az itt üldögélő pszichológusok majd lehet, hogy azt mondják, hogy ez hülyeség, én azt gondolom, hogy a Covid első fázisa, vagy első hulláma az egy akcidentális krízis volt. Voltak előjelei, de azért úgy igazán nem számítottunk rá, nem tudtuk, hogy mi lesz. Újdonságként ért, és ezért nagyon el is fogadtuk az iránymutatásokat az első hullám alatt, tehát akkor tényleg bezárt az ország, mindenki otthon maradt, aki csak tudott. Mindenki nagyon fegyelmezett volt az első hullám alatt. És aztán a későbbi hullámok azok normatív krízisek voltak, szerintem, mert megérkezett, mert hogy az ilyet elfogadtuk, hogy az életnek ez a velejárója, mindenki kialakította a saját biztonságosnak tűnő, fenntartható kapcsolódását a Covid-hoz, és igen, szerves részévé vált az életünknek, még ha nem is szerettük ezt a szerves részét, akkor is azzá vált. Tehát szerintem normatív, normalizálódott, vagy valamilyen módon így. Lettek megküzdési stratégiáink, mondjuk. Igen, úgy. Igen, de nem csak ez a lényeg, szóval ez is nagyon fontos szerintem, de egy akcidentális krízisben is szükség van a megküzdési stratégiákra, mert el kell fogadnom, hogy fekszem a fekvőgipszel 3 hétig, és akkor ebben úgy el kell fogadnom, hogy most akkor még ha süt is a nap, vagy ha esik is a hó, nem mehetek kisíjelni, vagy napozni, vagy strandolni, hanem, tehát hogy a megküzdési stratégiákra mind a két esetben szükség van, de az, hogy ez a normál élet szerves velejárója, az mégiscsak elkülöníti a kettőt egymástól. Mondjuk egy krónikus betegségnek is azt gondolom, hogy van egy akcidentális része, meg egy narratív része, de tényleg nézek itt, az itt nem tudom, mindenkiről ki pszichológus, csak két emberről, három, hogy ez így megállja a helyét. Oké. Elfogadtuk. Köszönöm, majd bevizsgáljuk empirikusan. És azt gondolom, hogy a háború is valami ilyesmi, folyamaton megy keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy azt kívánjuk, hogy örökké itt legyen ez a háború, nem. De az nagyon jól látszik, hogy hogyan tanulunk meg egyszerűen együtt élni ezzel a kritikus és borzasztó és nem is tudom, elviselhetetlen helyzettel, de nem fenntartható az, hogyha az az állapot, ami volt az első pár hétben, és nem szoktuk meg a borzalmakat, de megtanultuk vele együtt élni, tehát ennek is lett egy ilyen normatív összetevője. Ez igaz azokra is, akik segítenek, vagy azok, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy segíthetnek, és igaz azokra is, akik egyébként átélik a háború borzalmait, mert annak van egy sokszerű része, és van egy, ami fennmaradhat sokáig, de ha már egyszer fennmarad sokáig, akkor onnantól kezdve azért mégiscsak valami fajta lecsengés megfigyelhető. Hogyan kommunikáljuk a gyerek felé a háborúra? És ez volt az első kérdés, igaz? És azóta 20 perce nem a kérdés válaszol. Ez a felvezető volt ennek. Hát úgy kommunikáljuk, hogy ez az új és fontos kifejezés, amit igyekszem sokat használni, hogy fenntartható legyen, és a gyerek elbírja, és hogy a család biztonsága, meg kiszámíthatósága, meg ilyen békés kerete az fent tudjon maradni a gyerek számára. Szóval azt azért szerintem fontos a gyerekek felé képviselni, hogy ez nem a mi háborunk, hogy elítélhetjük a háborút, de ez nem a miénk. Minket ez közvetlenül nem érint, és az ezt egy viszonylagos magabiztossággal mondhatom, de nem vagyok se
tehát nem vagyok katona, hogy ehhez valóban értenék, de azt gondolom, hogy ez nem fogja Magyarországot közvetlenül érinteni. Közvetetten egyébként pedig érinti már most is, és azt gondolom, hogy erről lehet beszélni, hogy fontos is erről beszélni, hogy bizonyos dolgok majd lehet, hogy meg fognak változni, de nem az, ahogy a mi négyen vagy akárhányan is vannak abban a családban együtt élünk. Abban nem fog most változni. Most nyilván egész másképp beszélnénk erről, hogyha a háború Magyarországon zajlana, valószínűleg akkor nem beszélnénk most itt, hanem más csinálnánk. De most még beszéltek abból a privilégiumból, hogy az volt a kérdésed, hogy egy másik országban zajló háború, hogyan beszéljünk. És azt mondom, hogy úgy, hogy azt nagyon erősen képviselni kell, hogy az ő biztonságuk az fenn fog maradni. És akkor lehet csomódon egyébként érzékenyíteni a gyerekeket ezzel kapcsolatban. Ez nem, hogy ezek ugyanolyan emberek, mint mi. Nem azért lettek ők áldozataiknak, mert tehetnek erről, hanem azért, mert a vak véletlen őket egy másik országba sodorta. De ez nem azt jelenti, hogy minket is sodorhat egy másik országba, de nem ezzel kell foglalkozni, hanem azzal kell foglalkozni, hogy hogyan lehet empatizálni ezekkel az emberekkel. És meg kell találni azt a... És azt gondolom, hogy fontos segíteni is. Mindenkinek más módja van arra, hogy segítsen. Van, aki befogad egy családot, van, aki szendvicseket készít, van, aki posztol, van, aki, nem tudom, lerajzolja az ukrán zászlót, és nem tudom, rajzol egy tankot, és azt áthúzza. Tehát, hogy nagyon sokféle módon lehet a gyerekeket erre érzékenyíteni. De az, hogy ne legyünk bystanderek, ugyanúgy előkerült, passzív szemlélőkké ne váljunk, azt hiszem nagyon fontos, mert már megtanultuk azt a történelemből, hogy az nem jó, mert azzal fenntartjuk ezt a rendszert, és hogy nem vagyunk hajlandóak még egyszer úgy jelen lenni a történelemben, hogy nem vagyunk jelen a történelemben. Mert mi is aktív alakítói vagyunk annak, még akkor is, hogyha nem vagyunk politikailag involváltak, vagy involváltak igen, hogy nem vagyunk döntéshozói szerepben. De cselekedni azt gondolom, hogy kell. Mindenki találja meg azt a módot, ahogyan, ami még így akkor... Hát azt nem, hogy a komfortzónán innen van, hanem csak optimális mértékben haladja meg a komfortzónáját. De haladja meg. Szóval azt viszont gondolom, hogy egy picit ki kell lépni ebből a kényelmes pozícióba. Ja, nem tudom, hol van kassa. Hát az nem is érdekes, hanem hol van Munkács. Vagy hol van Kijev. Belátható közelségbe, azt gondolom. Tök jó, hogy behoztad az érzékenyítés problémáját, mert pont erre akartam átkanyarítani, hogy minden rosszban van valami jó, és azt gondolom, hogy pont a háború kapcsán ez az érzékenyítés, ahogy te is mondtad, akár a segítőkön, akár a befogadókon keresztül, majdnem automatikusan megtörtént sok-sok helyen. Gyerekek gyönyörű leveleket rajzoltak és csomagoltak, csokoládéfalatkákat, sokan ki is jöttek a pályaudvarokra, akár más gyerekekkel, tehát, hogy nagyon érdekesen vonták be a szülők, és nagyon bátor. Én őszintén megmondom, hogy én bátornak gondoltam ezt a vállalkozást, hogy gyerekkel akár egy ilyen közegbe megjelenni, vagy őt ennek a részévé tenni. Kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, de azt gondolom, hogy az egyik tabupont, amit írsz a könyvedbe, ez az érzékenyítésnek a hiánya, vagy az, hogy egyszerűen nem tudunk arról beszélni, hogy ki a menekült és miért menekül, ki esetleg a háborús bűnös és miért az, vagy a roma és mások. Szóval hogy az érzékenyítés, tehát azt gondolom, hogy sok minden, tehát az érzékenyítés az kilóg a könyvből szerintem olyan szempontból, hogy azt a jelenkori politika tette tabuvá. A gyerekek alapból érzékenyen születnek, nem ismerik a sztereotípiákat, megtanulják aztán egyébként, mert szükségük van arra, hogy bizonyos kategóriákat felállítsanak, de attól még értékítélet az nem lesz benne, a sztereotípia az egyébként értékítéletmentes, az egy értékmentes csoportosítás, hogyha már értékek vannak benne, akkor az már elütétnek hívjuk, és hogy a cselekvés is van benne, akkor az diszkriminációnak hívjuk. Tehát ez nagyon fontos, hogy önmagában a sztereotípia az nem hordoz értéket magában. A köznyelve sokszor nem így használja egyébként, és azért fontos, hogy néha elmondjuk, hogy mit jelent a sztereotípia valójában. Tehát hogy a gyerekek érzékenyek, amikor megszületnek, és egyébként is érzékeny teremtések, mert csak ez az érzékenységgel tudják feldolgozni a körülöttük zajló világot.
az, hogy azt mondjuk, hogy az érzékenyítő programok azok rosszak, vagy a gyerekeket érzékenyíteni az rossz, az egy, hát nem tudom, milyen szavakat szabadít, szóval az hülyeség, az értelmetlen, az oximoron, mert szóval egyszerűen nem arról van szó, hogy csak fenn kell tartani a gyerekek érzékenységét. Tehát, hogy azért lók ki a könyvből ez a fejezet, mert hogy egy, hogy mondjam, szóval egy normális országban nem kéne ezzel foglalkozni, hogy beszélhetek-e arról, hogy vannak az országban romák, meg nem tudom kik, mert hogy vannak, és akkor egyszerűen csak az ember, nem vagyunk színvakok, meg nem vagyunk senkik. Szóval ezek itt, tehát és még mindig viszonylag sokszínű országban élünk, vagy legalábbis jóval sokszínűbben, mint ahogy azt szeretnénk, vagy szeretné a politika feltételezni. Vagy szeretné, hogyha mi úgy gondolkodnánk, hogy nagyon homogének vagyunk, nem vagyunk homogének. És ezt a gyerekek is látják. Látják, hogy van, aki vékonyabb, van, aki vastagabb, van, akinek ilyen színű olyan van, van, akinek olyan színű olyan van, akinek ilyen színű bőre van, vagy olyan színű bőre van, vagy valaki szegényebb, meg gazdagabb, és ezt nem fogja az iskola köpen sem megszüntetni ezeket a különbségeket. De ezek megint csak nem biztos, hogy értékkel telített különbségek. Ez egy szülő feladata, hogy ezeket érzékenyen kommunikálja, és egy osztályfőnök vagy egy óvodapedagógusnak a feladata, hogy ezeket érzékenyen kommunikálja, és hogy nem az a lényeg, hogy kinek milyen vele született adottságai, vagy milyen privilégiumoktól megfosztott élete van, hanem az, hogy ő egyébként milyen ember, és hogy hogyan lehet közösséget építeni egészen különböző emberekből. De hogy nagyon látszik az egyébként, hogy a, megint csak nem, hát nem tudom elővenni a politikát, hogy mennyire meg akarja határozni azt a politikai közbeszéd, hogy hogyan beszélnek az emberek a saját gyerekeikkel, vagy a saját barátaikkal, azokra az emberekről, akik mondjuk elhagyni kényszerülnek az országot, vagy azokra az emberekről, akik nem az ellenkező nemekhez vonzódnak, vagy azokról az emberekről, akik nem tudnak hol lakni. És nem csak azt határozzák meg, hogy hogyan beszélnek ezekről, hogy hogyan nevezzék ezeket az embereket, hanem azt is, hogy hogyan gondolkodjanak erről. És ez nem egy jó irány, mert az nem egy jó kényelmes, vagy nem egy, hogy mondjam, szóval az nem egy fenntartható működésmód, ahol mindenkinek mindig megmondják, hogy hogyan gondolkodjon, mert hogyha ez így van, akkor egyre több mindenről kell majd megmondani. Ez egy irányú utca, amiben egészen addig fog haladni, ameddig már itt vannak. És már itt vannak. Szóval megmondják azt, hogy hány gyereket kell csinálnom, és hogyan kell működnem, és nem elég, hogy gyereket kell csinálnom, de össze is kell házasodnom azzal az emberrel. Na, de nem házasodok össze bárkivel. És azt is, hogy milyen elvek szerint kell nevelnem a gyerekemet, milyen vallás szerint kell nevelnem a gyerekeimet, holott nem vagyok vallásos. Szóval nagyon-nagyon belépnek a magánéletbe, és ez nagyon nagy probléma, és az a hatalmas probléma szerintem, hogy lázadni kell. Tehát nem az van, hogy úgy kell működni, ahogy az nekem, hogy az a nekem komfortos működés sokszor egy lázadó működés. És hogy nem az van, hogy van sokféle ember, akik sokféleképpen működnek, és mindenki jót akar, hanem van jól működés, aki a keresztény, konzervatív, cis-hetero értékrend szerint, mintha az értékrend lenne, nevel a gyerekét, az rendben van, és az, aki másképp neveli, jelentsen bármit is a másképp, az nincs rendben. És nem így, szóval igazából egy egészséges társadalom nem úgy működik. Vagy nem így működik. Egészséges társadalom úgy működik, hogy nem szólnak bele ennyi mindenben, hanem úgy olyan oktatást teremtenek, amilyen oktatási rendszerből, vagy olyan oktatási rendszer teremtenek, amilyen oktatási rendszerből kikerül az emberek felnőtt, felelősségteljes, a következményeiket vállaló, gondolkodni tudó emberek, akik tudnak döntéseket hozni, és nem kell nekem megmondani, hanem bízni kell bennem. És akkor jó döntéseket fogok meghozni, de ehhez az kell, hogy értsem azt. Szóval nem mondják meg nekem, hogy az migráns, hanem értsem azt, hogy az egy menekült ember, aki nem ide jön kiszipolyozni az én, meg elvenni az én munkámat, hanem hát kiirtották a családját, az mert hutu, vagy tuci, vagy bárki, akit a Kósa Lajos nem tud megnevezni, mert nem tudja, hogy mi a nevük. Köszönöm. Van még egy nagyon aktuális témánk, ez a szexuális nevelés, de ez hasonlóan hardcore lesz, mint amiben most belekeveredtünk, úgyhogy megkérdezem inkább, van-e valakinek indítványa, hogy
másik taburól beszélgessünk, és ne a szexről. Bár úgyis mindenki a szexről. Vagy a gyerekek menjenek addig ki. Van-e esetleg olyan témátok, amit szívesen, vagy kérdésetek, amit bedobnátok? Tessék? Nicht vor dem Kind. Igen, mi most itt elkezdünk tabusítani, igaz? Most mint hogy megbeszéltük azt, hogy mennyire nem kell tabukat csinálni, mi most itt a 4 gyerek előtt, 3. Itt most tabusítunk. Szerintem nyugodtan lehet beszélni erről a témáról, mert majd úgy beszélünk, hogy ez fenntartható legyen. Így van, azt gondolom, hogy gyakoroljuk azt, hogy hogyan lehet erről a témáról beszélni, és akkor szexuális nevelés. Az egyik legérdekesebb gondolat, amit leírtál erről, nekem az volt, hogy ez a gyerek fogantatásánál kezdődik igazából. Ebben nagyon ritkán gondolunk bele, hogy valóban. Hát sőt, talán még korábban is, amit legkorább, vagy legkésőbb akkor. Tessék? Igen. Szóval ez elindul már nagyon, tehát elindul már akkor is, amikor igazából a saját fogantatásunkkor, vagy nem tudom, Ádámnál és Évánál. Mert hogy van valami fajta koncepciónk arról, hogy milyen egy fiú, meg milyen egy lány, tehát ez van a gender, ami szintén valamiért szitokszóvá vált, pedig az, hogy hogyan működünk a társadalomban, az úgy van, tehát hogy hiába tiltunk be szavakat, attól még ezek léteznek. És aztán megfogan az a gyerek, hogyha megfogan, és akkor mondjuk lesz egy ultrahangvizsgálat a valahanyadik héten, amikor már lehet sejteni, hogy az milyen nemű lesz a gyerek. Általában szokták akarni tudni a szülők, hogy milyen nemű az a gyerek, és szerintem ez így rendben is van. És akkor beindulnak ezek a heurisztikák, hogy hát úgy kerekedik, mint egy fiú. Vagy mit tudom, ezeket nem is tudom, hogy mik vannak, de hogy amikor a könyvet írtam, akkor utána néztem, de ezeket elfejtem, de hogy tényleg elképesztő mennyiségű dolog van, hogy miből lehet egyébként is tudni, sőt, miből lehet jobban tudni, mint az ultrahang felvétel, hogy az a gyerek az milyen nemű. És akkor beindul az, hogy a nemi szocializáció. Egyetem miért szeretnénk, és miért azt? Az is számít, igen, és akkor elkezdődik a ruhavásárlás, játékvásárlás, szobafal kifestése, amik mind-mind a gyereknek a nemi szocializációhoz hozzátartozik, ami egyébként már a szexuális nevelésnek tágan véve a része. A szexuális nevelésnek a szexhez nagyon-nagyon sokáig semmi köze nincsen. Mint hogy amikor a szexualitásról beszélünk, vagy a szexről beszélünk, annak sincsen feltétlenül nagyon sokáig köze még a szexhez, de megijedünk ettől a szótól, mert nem tudunk mit kezdeni ezzel az egésszel, és akkor itt most, mert hogy van egy ilyen őrült nagy ellentmondás. Mert egyrészt mindenhonnan ömlenek a csupasz mellek, meg mindenféle sima reklámban is már, és egy sima videóklip is már tud nagyon kemény kontent lenni, miközben meg teljes prüdéria van az egész témát illetően, kezdve onnantól kezdve, hogy hogyan is mondjuk ki, hogyan nevezzük meg a nemi szerveket. Nincsenek fenntartható kifejezéseink ezzel kapcsolatban, vagy vállalhatóak, mert vagy alpáriak vagyunk, vagy infantilisek vagyunk, vagy orvosiak vagyunk, de olyan, ami egy ilyen vihető kifejezés, nem nagyon van ezzel kapcsolatban. És ez tök nagy probléma, mert akkor, amikor megszedik az a gyerek, és akkor mondjuk átpelenkázza a szülő, akkor már találkozunk az, hogy nem lehet megnevezni azt, hogy tulajdonképpen mi történik, mert az valami, mert miért is nem lehet megnevezni. Vagy hogyan lehet egyáltalán egy kisbabához nyúlni úgy, hogy szülőként, már az is olyan félelmekkel teli sok ember számára, és szerintem ezzel beindul a tabusítás egyébként a szexualitásról való, vagy a nemiségről bármilyen módon való beszédnek a tabusítása ezekkel a dolgokkal elindul. És fenn is marad. És akkor aztán, akkor megint csak az oktatást hoznám ide be, hogy úgy kerülnek ki Magyarországon a legtöbb iskolából a gyerekek, hogy semmit nem tudnak saját magukról túl azon, hogy majd a lányok menstruálni fognak. Megvan ez az óvszer, amit egy banánra kell felhúzni, de ezen kívül semmit nem tudnak. Semmit nem tudnak arról, hogy vagy nem tanulnak meg az iskolában, nem beszélgetnek arról, hogy a megváltozott testükben hogyan, milyen élni. Nem az, hogy hogyan kell élni benne, hanem hogy milyen azzal találkozni, hogy a nőknek mellett a fiúk szőrösödnek, vagy más szagút izzadnak, vagy bármi ilyesmi. Ezekről nincsen szó, semennyi se. És akkor elkezdenek szexuális életet élni ezek a kamaszok, annélkül, hogy tudnának bármit is saját magukról, vagy a másik nemről, vagy tudnák, hogy mi az a
hogyan kell védekezni, vagy megengedhetnék egyáltalán maguknak anyagilag azt, hogy védekezzenek. Vagy hogyan szólnak a boltban, hogyha vesznek egy óvszert. De. Szóval, hogy ezek mind nagyon-nagyon nehéz témákká válnak, miközben pedig egyáltalán kéne nehéz témák legyenek. Hanem a legkönnyedebb dolog a világon az, hogy átpelenkázok egy gyereket, és azt mondom, hogy hú, nem tudom, de nagyot kakírtál, és ebben semmi baj nincs az égvilágon. Na, akkor most megtörlöm a fenekedet, mert az így hívják, az ő feneke. És tényleg kakis lett. Hát ez így, ebben semmi, és nem a csúnyáját kell lemosni, hanem a fütyijét kell megmosni. Szóval ez de hogyha az ő csúnyája, akkor azt utána hogyan fogja bármire is használni. Szóval, hogy ezek nagyon fontos dolgok. Szóval igazából azt gondolom, hogy itt is, mint amit a beszélgetés elején mondtam, hogy igazából elrontani lehet csak, vagy nem, tehát hogy elrontani lehet, a legegyszerűbb az, hogyha megyünk a tálcán kínált dolgokkal, és akkor szerintem sokkal kevesebb baj csinál, mint hogyha bizonyos dolgokat nem mondunk ki, vagy bizonyos dolgoktól félünk, mert akkor majd mit fog gondolni az a gyerek, hogyha nem tudom, megneveztem azt a nemi szervet, és nem azt mondtam, hogy nuni. Hát én azt gondolom, hogy eddig se nagyon volt tiszta szülők, vagy azaz a felnőtt lakosság fejében, hogy biológiai nem és társadalmi nem, és aztán a nem identitás hogyan válnak, vagy miben különböznek el egymástól, de szintén van egy ilyen tavusító törekvés erre a közbeszédben, hogy miről nem, és miről hogy, és miről mikor érdemes, illik kell, nem szabad beszélni, ami helyett egyébként a gyereknek ugye a szociopszichoszexuális érése, az, na, megvan a hármas? Hát biopszichoszoció. Igen, csak a biopsziánál szoktam. Az más a biopszia. Szóval, de a még nagyobb probléma az, hogy van ez a négy dolog, amit biztos azt akarod, hogy mondjam el, hogy micsoda. Szóval a biológiai nem, a nemi identitás, a szexuális orientáció és a gender. És akkor ezek kiválóan alkalmasak arra, hogy keverjük őket, elkezdjünk az egyikről beszélni, de közben már a másikról beszélünk. Egyiket latinul mondjuk, vagy latinosabb mondjuk, a másikat magyarosan mondjuk, és akkor bármelyikbe át lehet csúszni egy pillanat alatt. Lehet őket ilyen közös szavakkal is illetni, és ebben egyébként nem könnyít az, hogyha azt mondjuk, hogy LMBTQ, miközben abból a T, a transz, az a nem identitásról szól, a másik pedig a három, pedig a szexuális orientációról, hogy ezek, és akkor összemossuk őket szexuális kisebbségnek, holott ez szerintem nagyon-nagyon félrevisz. És sokszor azt látom, hogy még szakemberek is keverik ezeket a fogalmakat, akiknek viszont nagy hatalmuk van, mert megszólalnak, és akkor azt mondják, hogy ja, de hát ő mondta, hogy a szexuális orientáció az nemi identitásból következik, holott nem. És ez nem az én gondolatom, hanem ezek úgynevezett kutatások, meg sokszor hivatkoznak kutatásokra, ezt is lehet látni, emberek, amiknek nem nézik meg azt, hogy ott milyen megbízhatósággal állítják azokat a mondatokat, mert sokszor még a, nem tudom, a megbízhatósági küszöbnek a századával is átengednek kutatásokat, is megjelenhetnek elismert folyóiratokban, ami szerintem elég kellemetlen hír. De most ezt itt tényleg mondjam el, hogy mi a különbség, vagy mi a négy dolog így külön-külön? Igen? Jó. Mondja. Szerintem mást is érdekel. Jó. Szóval van a, de nem fog itt nekem vitatkozni, hogyha nem baj, jó? Szóval van a biológia. Kérdeznek. Jó, azt lehet. Szóval van a biológiai nem. Amiből az esetek túlnyomó többségében, szóval ez eldől kromoszomális, meg másodlagos nemi jelleg szinten, meg agyalapi mirigy szinten, és akkor ezek alapján általában az emberek vagy fiúk, vagy lányok, és akkor van egy pici-pici százalék, akinek valamilyen módon a másik nemből is megtalálható valami. Nem biztos, hogy nemi szerv szinten, lehet, hogy kromoszomális szinten, lehet, hogy hormonális szinten.
őket hívjuk úgy interszexeknek. A túlnyomó többségben valakinél egész egyértelmű az, hogy fia vagy lány, de nem mindenkinél, tehát már a biológiai nem sem bináris. Ez az első. Ezt úgy el szokták tudni dönteni általában a születéskor, legkésőbb a Németországban, meg fejlődőbb országokban, mármint a Magyarországnál fejlettebb országokban, ilyen gender szempontból szoktak adni egy pár napot egyébként erre még, olykor-olykor. Mert lehet, hogy a nemi szerveknek nem felelnek meg mondjuk a kromoszómák, vagy a kromosz, vagy fordítva, tehát hogy nem mondom, az esetek 99,9%-ában ez így van, de van egy pici százalék, amíg nem. Szóval ez a biológiai nem. Akkor a következő az a nemi identitás. A nemi identitás az az, hogy az ember azonosul-e a biológiai nemével, vagy sem. Így módon beszélhetünk neműek, vagy fiúkról, meg lányokról, vagy beszélhetünk transzokról. Az esetek túlnyomó többségében az ember azonosul a biológiai nemével, de van egy kis százalék, ahol nem. A nemi identitás az nem 2 éves korra alakul ki, ahogy azt a Percel Forintos Dóra nevű, nagyon nagy nevű szakember mondta, hanem később alakul ki, zömmel 3-5 éves kor körül, de még ez sem jelenti azt, hogy 5 éves korban ez teljesen eldől, mert van, aki a társadalmi hatásokra, társadalmi hatásokra maga biztos lesz abban, hogy ő fiú vagy lány, de később esetleg felismer magában valamit, tehát hogy nem dől el egyértelműen, de az esetek túlnyomó többségében valóban az szokott lenni, hogy aki fiú testben születik, az utána fiúként is identifikálja saját magát, de ez nem 100%, és nincs okokozati kapcsolat a kettő között, hanem korreláció van. És sokszor összekeverjük ezt a két nagyon fontos kifejezést, az okokozati kapcsolatot a korrelációval. A korreláció együttjárást jelent, hogy mondjak egy ilyen nagyon-nagyon triviális példát, hogy ahol, és bocsánat ezért a butas példáját, hogy csak ebből egyértelmű lesz, de egyébként, hogyha valaki beírja, hogy correlation, és nem tudom, fun fact, a Google-val akkor kifogadni csomóját, hogy mi az, ami korrelál egymással két teljesen nonsense dolog, de még vegyünk egy ilyet, ahol nem annyira egyértelmű, de közben mégiscsak az lesz, hogy ahol hólyagos az aszfalt, ott nagyon sok a gutaütött ember. De nem a hólyagos aszfalt okozza a gutaütést, és nem a gutaütés okozza a hólyagos aszfaltot, hanem a sok napsütés okozza mindkettőt külön-külön. Szóval ez a különbség a korrelációs az okokozat között. A biológiai nem és a nem identitás között, még mind a négy között nincsen okokozati kapcsolat, korreláció sokszor van. Ez van a nemi identitás, akkor van a szexuális orientáció, ami az, hogy kihez vonzódik valaki. A saját neméhez, a másik neméhez, mindkettőhöz, egyikhez sem. Hol ahhoz. Nem azonosítja magát egyikbe se. Ez van a szexuális orientáció. Ez általában kamaszkorban szokott eldőlni, de ez sem egyértelmű. Van, aki már korábban is azt gondolja, hogy tudja, van, aki csak sokkal később ismer fel magában valamit. Az lehet, hogy már régebben is ott volt, lehet, hogy régebben egyáltalán nem volt ott. Ez volna akkor a szexuális orientáció. És akkor amit itt még el kell mondani, az, hogy ha elkezdenénk nem úgy gondolkodni, hogy van a... hogyha nem kevernénk össze a többséget a normálissal, az nagyon jó lenne. A többség jobbkezes, de van egy kisebbség, aki balkezes. Ez nem jelenti azt, hogy balkezesnek lenni helytelen volna, ő elrontott volna valamit, vagy tudhatná az okát annak, hogy ő miért lett balkezes. Én nem tudom az okát annak, hogy miért lettem balkezes. Bizonyára ebben vannak agyi okai, vagy vannak ennek agyi okai, és vannak környezeti okai is. Felderíthetetlen, nem megmondható pontosan, hogy ez miért van így. Annál is inkább, mert például bal kézzel teniszeznék, ha teniszeznék, de jobb kézzel tudok csak dobni. A ballal ilyen hülyén lepuffan. Elém pedig bal kézzel írok, és eszem, és nem tudom. És jobb kézzel vagyok erősebb. Szóval kevert az én agyi... Hogy hívják ezt, hogy elfejtelni értelem? Tessék? Dominancia. Igen, kevert dominancia. Kevert félteki dominanciám van nekem. És senki nem gondolja azt, hogy ez egészségtelen lenne, vagy ez nem lenne normális, hanem azt gondolják, hogy én így vagyok normális, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy ez így van. És hogyha elkezdenénk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban is így gondolkodni, hogy a biológiai nem, a nem identitás, a szexuális orientáció sokféle lehet. És attól, hogy van a többség,
Attól még a kisebbség nem lesz nem normális, hanem ő úgy lesz normális. És a társadalmi többség részeknek az abban van feladatunk, hogy azt mondjuk, hogy ez rendben van, és ezek nem bináris dolgok, és nem veszélyes dolgok, hanem sokféleképpen lehet helyes. És akkor van a negyedik dolog, az a gender, az a társadalmi nem, az az, hogy ami a társadalomnak milyen elvárásai vannak az adott nemmel kapcsolatban. Milyennek kell lennie a társadalom a férfinak, milyennek kell lennie a nőnek, az anyukának, az apukának, ezek mind viszonylag erősen kódoltak egyébként, különösen Magyarországon. Észak-európai országokban, meg nyugat-európai országokban úgy tűnik, hogy ez nem ennyire. Tehát, hogy férfi maradhat az is, aki érzékenyebb, vagy nem lesz egyből melegnek, bár nem így szokták titulálni azt, aki még vakszolja a mellkasát, vagy szedi a szemöldökét, de hogy annak semmi köze nincsen a szexuális orientációhoz. Lehet, hogy van kapcsolatban, de lehet, hogy nincs, tehát nem okokozati összefüggésekről beszélünk itt megint csak. Szóval jó lenne, hogyha elkezdenénk nagyon tudatosan, nagyon következetesen, és nagyon határozottan, ha beszélünk erről a négy dologról, akkor külön álló tényezőként beszélünk ezekről a dolgokról, mert léteznek ezek a dolgok, csak éppen nincsen okokozati kapcsolat ezek között. És ez nem egy vélemény, hanem ezek tények. Korreláció lehet, hogy van. Lehet, hogy nagyon magas korreláció van. De az nincs az a maga, tehát hogy nem lehet a korreláció, de azt nem mondhatjuk, hogy egy nagyon magas korreláció már olyan magas, hogy ott okokozati kapcsolat is van. Hanem van nagyon magas korreláció, de meg kell nézni, hogy van-e közötte okokozati kapcsolat is. Ez így oké volt. Köszönöm. Oké. Kérdéseket várunk, mert szerintem nem nagyon sok időnk maradt, mert hajlamosak voltunk elbeszélgetni, de azért remélem lehetett élvezni néhány nagyon fontos tabut. A teljesen átlagos tabukról olvassanak a könyvben szerintem, illetve egy rengeteg érdekes taburól lehet még, sőt sok olyanról, és ezt hívtam hétköznapi vagy átlagos tabunak, amit én nem is gondoltam, hogy tabu, például a szoptatás, az altatás, a ki mikor megy hova, iskolába, óvodába, vagy hova jár. Azt gondoltam, erről már azért nem kell vitatkozni ilyen szinten, de ahogy a könyvedben írod, dehogy nem, úgyhogy ezeket meghagyjuk otthonra, vagy a családba, vagy a szűkebb körbe. Ha van még valakinek kérdése, azért bármelyikből nyugodtan, mert szerintem lassan majd véget kell érnünk a beszélgetésre. Egy dologról nagyon fontos beszélni, bár tényleg nem emlékszem arra, amiket leírtam, mert elfelejtem. De hogy szerintem a gyerekbántalmazásról, ami egyébként nem egyértelműen tabu, de csomó mítosz van vele kapcsolatban, hogy az azért kicsit mégiscsak rendben van. Mert azért egy pofon az nem számít. Vagy hogy az úgy belefér. És szerintem ezt azért fontos kimondani, még ha mindenki itt van, tudja, hogy mi a helyes attitűd ezzel kapcsolatban, az, hogy nincs rendben az egy pofon sem. És nincs, hogy makarenkói pofon, és a makarenkó egy létező ember volt, de nagyon bánja, hogy megütötte egyetlen egyszer egyébként azt egyetlen egy gyereket. A hosszú pályafutásának a mélypontjának tekinti azt, amiről egyébként ő elhíresült rosszul, mert ez egy tévhit. Igen, tehát pont az ellenkezőjét képviselte ő arra az egy szempofonról, mint ami valójában megtörtént. Szóval nincs rendben az egyetlen egy se. De ez nem jelenti azt, hogy az, aki megütötte a gyerekét valaha, annak az egy notórius gyermekbántalmazó lenne, de gyermekbántalmazást elkövetett, de attól, hogy nem kell kiemelni sem azt a szülőt abból a családból, sem azt a gyereket abból a családból, de tudnia kell, hogy ő mi az, amit csinált. És ez nagyon fontos, hogy tehát mondjuk, hogyha nálam a praxisban előfordul valaki, aki elmondja, akkor én mindig elmondom, hogy értem, ami történt, de nincs rendben, ami történt, és bűncselekményt követett el ezzel. Van, aki megijed, hogy akkor most bűnözőve. Hát ez már definíció kérdése, vagy nem tudom, jog kérdése. Van itt jogász is. De nem családjoghoz ért. Szóval, Köszönöm, hogy lesz egy kérdés, jó?
Teljesen. Szóval, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy attól mi nem, de tudni kell, hogy mi az, amit cselekszünk. Tudni kell annak nevet adni, annak, amit cselekszünk, és meg kell tenni mindent annak érdekében, ez nem fordulhasson elő többet, és ha előfordul, akkor meg kell próbálni segítséget kérni. Nekünk, mert nekünk van problémánk. Tehát, hogyha az nem a gyerek hibája, hogyha megütötték őt, hanem a szülő hibája, hogy nem talált más eszközt. Oké, mert szerintem ide kapcsolódik, mondd akkor kérni. Ja. Igen, igen. Ez egy nagyon jó pont. Szerintem itt a szóhasználat az izgalmas, mert máshogy fogalmazza a köznyelv, meg a jog. Ennek azért úgy, én nem vagyok jogász, ez fontos, de azért ennek úgy eléggé utána mentem, és elég sokat foglalkoztam ezzel a könyv miatt is, meg cikkek miatt is. Szóval, hogy a gyermek, tehát ugye itt van ez a folyamatos melléknév, igen, név a gyermekbántalmazó. Azzá nem válik. De az, amit elkövetett, az gyermekbántalmazás. Csak én úgy érzem, hogy így fogalmazni, akkor az kell, hogy bagatelizáljuk a gyermekbántalmazást. Hát van erre egy más, tehát lehet elíteni egy szót, hogy rendszeres. De én erre azt tudom mondani, hogy hogy megyünk át néha a piros lámpán, és azzal megszeg... Igen, nem teljesen jó analógia rá, mert a piros lámpával, tehát hogy mondjuk... De én mondtam, de rögtön ki is javítom magam annyiban, hogy azért nem jó, mert ott én magam csinálok valamit, és itt pedig máson követek el valamit. De annak van egy áldozata. De hát amit... Hogyha egy más gyereket átviszek. Na mindegy, szerintem az analógiáknak van egy olyan tulajdonság, hogy sok szempontból jók, és sok szempontból pedig nem fedik le tökéletesen a helyzetet. Amit én erről tudok, az, hogy a jog képes a differenciálásra, és még egyszer mondom, tehát attól, hogy valaki megütötte egyszer a gyerekét, nem gondolom, hogy bíróság elé kéne őt citálni. Ez nagyon fontos. De az is nagyon fontos, hogy amit elkövetett, az nincs rendben, és annak ez a neve, hogy ő egy bűncselekményt követett el, de attól még nem válik bűnözővé. Mert erre képes a jog, hogy tud differenciálni, és tudja a különbséget, ezt már a Danitól tudom, a törvény betűje és a törvény értelme között. És a törvény betűje az, hogy egy bűncselekményt követett el, a törvény értelme pedig az, hogy megtegyünk mindent annak érdekében, hogy ne fordulhasson elő többet, és ehhez szükség van oktatásra, szükség van arra, hogy a családok ne legyenek egzisztenciálisan ilyen szintű bizonytalanságban, és szükség van arra, hogy nevén nevezzük a dolgokat. És aztán lehet, tehát hogy ez a belépő, és lehet differenciálni, hogy van rendszeres bántalmazás, meg élettel összeegyezhet, meg minden van még, de itt kezdjük el nevén nevezni a dolgot. Nem azt mondom, hogy ez egy pofon, az kapudrog, meg nincs is kapudrog, de ez már egy másik téma. Tehát nem azt mondom, hogy minden egy első pofonból aztán rendszeres bántalmazás lesz. Oké, akkor ez még így hangozzék el, tehát nem gondolom ezt. Azért teszi, mert nincs eszköze, illetve azok a frontális lebenyi funkciók, amik ugye kellene.
és a viselkedését le tudja gátolni, azok nem állnak rendelkezésre. Tehát, hogy az egész rendszer ugye úgy működik, ilyen faramúci módon, hogy általában bántalmazott gyerekekből lesznek szülők, akik amikor az éjjel helyzetbe bekerülnek, akkor képtelenek valahogy teljesen reagálni. Tehát, hogy azt mondom, hogy a fókusz erre kell helyezni, és erre helyezed a könyvekben, hogy azokat a készségeket kialakítani a szülőkben, különböző programokkal, és én itt nagyon lemenném egyébként az edényről a felelősséget, mert most azt csináljuk, hogy minden felelősséget a szülőnek fog adni. Mi te már felnőttél, és csináld jól. De attól, hogy valaki életkorba eljut odáig, és biológiailag képes volt szülővé válni, személyiség szinten, érettség szinten nagyon távol van még ettől a képességtől. Hát ezért akartam azt hangsúlyozni, hogy a szülőnek van szüksége segítségre, és hogy a szülő kell ebben segíteni, és ebben az oktatásnak is van felelőssége. És akkor, ha már ezt a frontális levelet mondtad, akkor egy dolgot még ezzel kapcsolatban mondani, mert szerintem tök fontos, hogy én is egy kicsit ilyen anatómus legyek, hogy az van, hogy az embernek az agyában két helyen jelennek meg érzelmek leginkább. Az egyik a limbikus rendszer, ami egy ősi struktúra, agyi struktúra, ami így a felejtlenebb állatoknak is van már, és van a prefrontális kéreg, ami a homoklebénynek az előső része, ahol szintén vannak érzések, illetve azok ott bár ilyen nagyon humán specifikus, tehát csak az emberre jellemző funkciók vannak. És akkor a két terület az kommunikál egymással millió ideg pályán keresztül. És akkor, amikor egy kisgyerek hisztizik, akkor megszakad a kommunikáció két terület között, és akkor, amikor egy felnőtt ember hisztizik, akkor szintén. Tehát amikor azt mondjuk, hogy elpattant az agyam, és azt se tudtam, mit csinálok, az végül is ezt a neurológiai mechanizmust írja le hétköznapi nyelven, és pontosan ugyanúgy pattan a gyerek agya, amikor hisztizik, vagy a felnőtt agya pattan, amikor hisztizik, mondjuk lekever egy pofont, mert azt tudja, mi történt, csak hogy éppenséggel a felnőtt elvileg rendelkezik csomó olyan kognitív, mentális képességekkel, és olyan szintű érzelmi megküzdési módokkal és rugalmassággal elvileg. Csak hogy ezeket nem nagyon tanuljuk meg sem a családokban, mert egy traumatizált társadalom vagyunk, sem az iskolákban, mert a nemzeti alaptanterv olyan szinten túlzsúfolt, hogy semmit nem lehet megtanulni a nemzeti alaptanterv szigorú tantárgyi követelményein kívül. Azért elmondom csak egy gyors mondattal, hogy az nincs sehol leírva semmilyen pszichológiai anyagban, hogy a gyerekkel két éves koráig otthon kellene lenni. Csak hogy reflektáljak arra, amit mondtál, hanem ez Magyarországon ez egy pártpolitikai döntés volt 67-ben a GYES intézménye a teljes foglalkoztatottság fenntartása vagy létrehozása érdekében, és nem volt mögötte pszichológiai, szociológiai, gender tudományi megfontolás. Oké, hát ha nincs több kérdés, akkor vagy tapasztalat, vagy megosztás, és akkor még két másodpercet hagyunk a bát. Vagy még ott valaki? Jó, ha nem, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ma. Én inkább fontosnak tartottam, hogy az aktuális dolgokról beszélgessünk egy picit, remélem, hogy tetszett, de rengeteg tabut találtok még, akár az otthon maradásról, akár a gyermek születésnek pillanatától kezdve tényleg tele vagyunk, azt gondolom, ilyen tabukkal, úgyhogy van min elmélkedni, gondolkozni, és az nekem a legfőbb üzenet az, hogy főleg beszélgetni egymással, magunkkal, egymással, és a gyerekkel mindenek előtt, ha lehet mindenről a maga módján.